Ez a GNT világhíradója. 7 hónap harc után a polgárháború egy döntő csatája, az közeledik. Ez Chan Li Zen a GNT híradótól. A titkos várakozásnak megfelelően elértünk ahhoz a ponthoz a polgárháborúban, ahonnan már nincs visszaút. A védők mindenfajta erőt a veszélyes tábornok ellen. Ezzel az őrült diktátorral szemben az, valóban semmilyen fegyver nem használ. Hatalmas és őrült intelligenciával rendelkezik. És képes 24 óra alatt lerohanni az ellenséget, mind a 63 egyesült nemzet megpróbálja megakadályozni azt, hogy a 40 millió dolláros újabb költségek útján megakadályozzák ennek az embernek a terjedését. 15 nemzetközi katona hiányzik a hadseregből, akiket túszulejtett, bár tudnánk, hogy hol van. Eljöttél hozzám, hogy harcolj velem, katona, és most itt az esély. Gyenge vagy. Most beszélhetünk az Egyesült Nemzetek hadseregének vezetőjével. Most pedig te jössz. Dial parancsnok nyilatkozna a GNT híradónak? Nem. Azt hiszem, hogy nem akar beszélni a világ előtt. Nem. De üdvözlöm azt a barmot, aki ellen harcolok. Hogy ezt nézd, ez a vízió majd valóra válik, hogy ott leszek melletted. Mit csinál? DJ. Kapcsolt ki. Kapcsolt ki az adást. Mi a fene ez? Elhiszed ezt? Persze. Guy tábornok, üdvözlöm Önt. Szóval nem tisztel engem, mint harcost. Harcos maga? Maga egy gyilkos. Te mindig tudsz viccelni, ugye bár? Persze, mindig seggfej. Úgy gondolod, hogy nagyon okos vagy, nem igaz? Erre gondolj. 3 napod van. És a 20 millió dollár, amire számítasz, nem lesz átutalva az én bankomba, akkor te leszel a felelős rengeteg túsz haláláért. A túszok, engedd el. Hey Charlie, hallasz haver? Jövünk érted, jövünk. Tarts ki. Carlos Blanca. Charlie. Szóval Charlie. So you're Guile's friend. Szóval te vagy Guy parancsnok barátja. Vigyétek el az elkülönítőbe. We couldn't face it.
nem tudjuk tartani. Áttörtek. Mindjárt ott leszek. Csak tartsanak ki. Milyen maga egy nagyon-nagyon kemény nő, nem igaz? Keményebb, mint egy újságűrő, az biztos. Emlékszem, ez keményebb, mint az utcán. Itt senki nem véd meg. Ide be. Jó estét, uraim! Jó estét, Szagát! Bátorsággal? Majd én megmondom, hogy kivel fog összekerülni maga. Ajánlok egy italt, vagy valami mást. Csak hagyja azt a szart, és térünk a dollárra. Van 100 000 dollárja? Megvannak a fegyverek? Persze. Kint van. Kint vannak a barátaink. És ha felhívjuk őket, akkor behozzák a fegyvereket. Szükségem van erre? Nem, nekem a fegyverekre. Mert különben könnyen eltűntök a pénzzel. Én megláttam kint a teherautótokat, és elhoztam ide a fegyvereket. És nem hiszem, hogy most már lenne valami akadály. Azt hiszem félhettek a saját fegyvereiktől. Töltés. Tüzelés. Játékok. Szeretem, hogyha élőben játszik a játékot. Most már beszélhetünk is, nem igaz? Dr. Datsim, hogy megy ma a kutatás? Ugyanaz. Mindig ugyanaz, körbe-körbe jár. Mondja, valami pozitívumot is el fog érni. Talán megnézhetnénk a betegeinket is. Tökéletes katonát, egy tökéletes gyilkost hozott létre. Igen, tökéletes gyilkosra van szükségem. Nem mindegy, teljesen ugyanaz. Mit kap most? Milyen képanyagot? Megnézheti. Tökéletes keveréke az agressziónak ez a szoftver.